2000-ben, amikor elkezdtük ezt a tábor-szerű dolgot szervezni Katával, akkor egy gondolta az, hogy 20 évig együtt fogunk dolgozni, egy házasságban is sok a 20 év, lassan ez is lakodalom lesz. Hát most 20. alkalommal vagyunk együtt, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ebből az alkalomból, hogy a Csontvári Nemzetközi Alkotótábort 20. alkalommal sikerült megrendezni. Ez a rendezvényhez, a maihoz igen nagy segítséget nyújtott nekünk a házigazdán Pontta Más, aki fogad évek óta most már szívem is el ezt a dolgot, hogy nála kezdjük, és ha mód van rá, akkor nála is zárjuk a tábor, csak a polgármester úr hatható segítségével kerültünk olyan helyzetbe, hogy finanszírozható legyen ez a tábor. Én nem akarok most sokat beszélni, mert a polgármester úr elmondja a lényeget, a dolgokat, és utána majd megbeszéljük a programjainkat. Nagyon izgultam még pénteken reggel, mert Vali meg Ivánék is szoktak lenni már 8 órakor, és még délben egyikük sem volt itt. Én ráadtam a körmében, hogy mi lesz, ez vajon melyik határon van a szegények. Aztán a törzsgárdánk, a Házi Gyuri és Évike jöttek meg először, és akkor tudtam én is utána egy picit szabad átvenni magunk dolgait és intézni, és utána akkor kezdtek jönni, nagyon nagy szeretettel váltunk benneteket. Én azt kérem, hogy érezzétek itt nagyon jól magatokat. A tavalyi év az fantasztikus volt, az a tavalyi csapat köszönhető Gábor Apista barátunknak, aki művészeti vezetője ennek a tábornak. Mióta ő vette kézbe ezt a dolgot, azt hiszem, hogy minőségi ugrás, minőségi javulás történt az alkotásokban. Olyan embereket hoz ide, akikben tudja, hogy nem fog csalódni. Én nem szaporítom a szót, mert sok beszélt szegénység. Én polgármester úr, arra kérlek, hogy te is légy szíves, köszönjük a vendégeinket. Ez az utolsó mondat nagyon tetszett, sok beszéd, szegénység, ezért én is akarom bőlére ereszteni. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és egy kicsit kapaszkodva Pista gondolataiba, említést tett gyakorlatilag a változásról, hogy a 20 év alatt nagyon sok minden történt, és főleg az utóbbi néhány évben érezhető, én inkább úgy mondom, hogy egy megújulási folyamat, ami előnyére vált a tábornak, és én szerintem azt közvetítette ez a utóbbi 3 év, hogy érdemes ezzel továbbra is foglalkozni, és támogatni ezt a tábort, támogatni a szervezőket, támogatni azokat a vendégeket, akik elfogadják erre a táborra a meghívást, hiszen itt helyből biztos tudnánk összeverbúválni olyan embereket, akiknek van némi affinitása a művészetekre, bármilyen is legyen az, de igazából itt a cél egy kicsivel másabb. Közvetíteni szeretnénk az értékeket, megmutatni egy kicsit az embereknek a lelkét elérni azáltal, hogy ezeket a... Egyáltalán, hogy látják önöket, titeket, látnak a városban, hogy alkottok, hogy megörökítettek pillanatokat, akár természet, akár bármilyen más mozzanata a városnak, hogyha bent készülnek képek, és megállnak az emberek, és esetenként szóba állnak veletek, megnézik a műveket, és annak nagyon örülök, hogy én laikus vagyok, de azért némi szép érzéken van, és nem alábecsülve a kezdeteket, meg a régieket, sőt, megköszönjük nekik, hogy partnerek voltak akkoriban, hogy ezzel indulhatott, de biztos, hogy ezeknek az együttléteknek, és nem csak itt vannak ilyen együttlétek, hanem lehet, hogy egy hét múlva valaki, vagy két hét múlva máshol lesz, tehát, hogy több ilyen táborban részt vesz, és az egymástól való tanulás, és főleg, hogyha még olyan tanulszakemberek is vannak, akik akár módszertanban, akár bármiben tudnak segíteni, és segítik ezt a egyéni fejlődést, hogy ezek mindenhol erősítik azt a tudást, azt a képességet, amitől majd az a kép, az egy művészi alkotás lesz,
És én szerintem ezt mindenki érzékeli, hogy ez folyamat lassan, de biztosan utóbbi egy-két-három évben valamivel gyorsabban érzékelhető, és én örülök, hogy tisztelők ennek a tábornak még mindig helyt tud adni, és az egészséges szerintem, hogy van egy bizonyos rotáció, ez adódik családi tragédiákból, adódik a kor, haladtával, van, aki kiöregedett, fizikailag képtelen már eljönni itt egy hetet le, tolni úgymond, vagy még többet, ugye. És jönnek a fiatalabbak, jönnek a más stílusok, akik a jelent, vagy a jövőt és a jövőt képviselik. Szerintem az idősebbek is fogékonyak kellenek még a művészetben is arra, hogy mik azok az új technikák, vagy bármilyen. Akár az ízlést is lehet módosítani, nem tudom. Úgyhogy van egy kis pezsgés, és ennek én örülök. Az meg szerintem természetes, hogyha van lehetőségünk, akkor anyagi oldaláról nem utolsó dolog, elismerem, és ezt a helyzetet teremti, hogy van rá lehetőség. És ne feledkezzünk el, nem csak a mai évről, meg a tavalyiról, meg az előttiről, valóban Tamásnak a hozzáállásáról. Szerintem példaértékű lehet sok mindenki más vállalkozónak is. Az ő hozzáállása. Sokat kapott már egy szűk kisebbségtől, és nem is ismerik. És azt gondolom, hogy példát lehet róla venni, pozitív értelemben, és neki is külön megköszönöm ezt a mindenkori támogatást, hogy nem csak ennek a rendezvénynek ad helyet vagy támogatja, hanem sok minden más városin is részt vesz, és hozzájárul, hogy a sikeres rendezvényeket szervezhessetek. És külön köszönöm a két fő szervezőnek, hogy még mindig van rá erejük meg kedvük, hogy mindenkit köszöntök szereteteik, tisztelők nem tessenek jól érezni. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk ismét, és különösen, hogy egy ilyen jubileumi táborban vagyunk itt. Csak azt tudom mondani, hogy mindig van egy kis megújulás, mindig vannak újak, mindig jönnek új arcok, minden egyes tábornál vannak új alkotóink, mert ugye, ahogy elmondtátok, a régiekben van egy kis lemorzsolódás valamilyen okokból, hát úgy, ahogy elmondtak, kor, vagy családi okok, vagy egyéb elfoglaltságok és egyéb kötelezettségek is jönnek. Valóban nagyon jó dolog, hogy azt látjuk, hogy rengetegféle technika jelenik meg, rengetegféle alkotás, nagyon kreatív a csapat, és nagyon jó volt látni, hogy tavaly el tudtunk vinni közel 60 alkotást Verőcére és bemutatni, és nagy sikerű kiállítást tudtunk rendezni. Tényleg nagyon sokan látták az alkotásokat, és az egész 20 év keresztmetszetéből, hát mondjuk akkor nem volt még 20, de ebből a úgymond 20 év keresztmetszetéből lehetett bemutatni egy válogatást. Nemzetközi vendégeink voltak Verőcén, akik ezt látták, és nagyon különösen jó gratulációk jöttek az egész csapatra. Most két új tagunk van, itt Zsófi és Zsófi. Két korosztályt képviselnek, de technikában fantasztikus alkotó művészek, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült őket megnyerni a táborunknak. Tavalyról itt vannak Anették, ők különös esemény elébe néznek ebbe az évbe, mert mint művészházas pár, ha jövőre jönnek, akkor már mint művészházas pár jönnek, most még csak jegyes pár. És én mindenkinek jó alkotó munkát szeretnék kívánni ebbe a csodálatos környezetbe. Vannak, akiket a tájik lett meg, vannak, akiket az építészet, vannak, akik a saját belső világukat jelenítik meg az alkotásaikon. És hadd ragadja meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy csütörtökön délelőtt Tiszadobra látogatunk, ahol ugye Tiszadobi Andrássy kastély egy különleges kastély, egy fantasztikus hely, és ott lesz kiállítva, vagy ott van kiállítása egy közös barátunknak, Titok Lajos
festőművésznek, aki világhírű festőművész, és idén a köztársasági elnök úr magyar aranyérdem keresztel tüntette ki, ami azt meg szokták kapni az emberek ritkán, 60-70-80 évesen, nagyon ritkán, ő 50 évesen kapta meg a munkájának a gyümölcsekén, és a társaságot ő fogja kalauzolni ezen a kiállításon, a saját kiállításán mutatja be, tehát egy különleges alkalom lesz, amikor a Tiszát és a barátságot és az alkotást összekötjük. Ezen kívül csak azt szeretném mondani, hogy a mentor program is megy, ma is jött a 11 néhány fiatal, és lassan belelendülnek, és mutatják a tavalyi alkotásaikat, a tavaly óta a fejlődésüket. Érdekes látni a fiatalságonak a affinitását a művészet iránt, és ez a közösségnek és a városnak a javára szolgál. Köszönjük, hogy itt lehetünk, de én sem szokorítom meg. A programot ismertetek, és utána kéne üljön a leves. Holnap este szeretettel várok benneteket egy kerti partira a házamnál. Szerdán őspörkölt lesz főzve Házi Gyuri. Most már úgy kell mondani, hogy művésztakács barátunk. Csütörtökön a Halász Horgász Egyesület fog nekünk készíteni egy halászlevet. A péntek még az vagy a szombaton még bizonytalan, de egy szürke marha van. A piknikmozi pénteken, igen, a Mamma Mia-t lehet megnézni, és ott az önkormányzat frekken. Nem lesz frekken. Nem lesz, viszont lesz, ha mindig a sóspöresz, meg popcorn. Akkor ennyi vendégnek, moziban nem szoktak. Mozi látogatók, igen. És akkor, ha a szürke marha dolog összejön, akkor még én megígérem, hogy a Gyuri nem fog belavatkozni, főzök egy kis. Nem köszöntöm a 20. Csontvári Koszka Tivadar alkotótábor résztvevőit, barátaimat, művésztársaimat, vendéglátóinkat itt a Csontvári szobor előtt. Érdekes és különös évforduló ez, hogy egybeesik Csontvári Koszka Tivadar halálának 100. évfordulójával, amit közel másfél hónappal ezelőtt emlékeztettünk meg róla, és 20. alkalommal gyűlnek össze a művészek ebbe a nemzetközi alkotótáborba Tiszalökön. Csontvári Koszka Tivadar gyógyszer és segéd volt Tiszalökön, így a kötődés a városhoz. Mi pedig próbálunk a nyomdokaiba lépve megfelelni az ő művészetének. Ha nem is utolérni, de továbbvinni azt a szellemiséget, amit ő a művészetben produkált. Csontvári tekinthetjük Van Gogh kortársának is, mert egy évben születtek, 1653-ban, de mégis Van Gogh már nem ért. Művészetét kevesen értették meg, hazánkban például egyáltalán nem volt elismert művész, a párizsi kiállítását a külföldi művésztársadalom nagyra méltatta, komolyan vették. Ő egy különös indítatás után
kezdett el egyáltalán festeni és rajzolni. Egy fárasztó nap után a gyógyszertár lépcsőjére kiülve egy szén, egy ott álló szénás szekeret megrajzolt, és az akkori főnöke azt mondta rá, hogy Pilam, téged az Isten is föstőnek teremtett. Ezután álmába látomása volt, és a jelenése azt sugallta neki, hogy a világ legnagyobb napút festője lesz. Önmagát napút festőnek gondolta, és mondta, az ő munkásságába főleg a, mit ismerünk, a libanoni cédrusok, magányos cédrusok, a közel-keleti képek és nagyméretű képek, amiket alkotott, életében nem adott el egyetlen egy festmény se, mindent megtartott magának ezekkel, és alig 100 festménye volt egész életében. De hozzá köthető az is, hogy ma Magyarországon az árverések legnagyobb licitjét egy csontvári kép érte el, 240 millió forintért 2012-ben. Igen, 2012-ben. Nos, én csak azt szeretném, hogyha ez az alkotó tábor az ő szellemiségét úgy vinné tovább, hogy mindenki a saját stílusának, saját képességeinek, a saját belső gondolatvilágának megfelelően alkosson, azokat a képeket adja itt, azokat a képeket adományozza Tiszalöknek, amiket úgy érez, hogy az ő szellemiségét viszik tovább, az ő gondolatvilágát, az ő egyéni gondolatvilágát képviselik. Mivel az alkotó társak között többféle stílus, többféle technika és többféle színvilág érvényesül, én gondolom, hogy ez idén is így fog érvényesülni, és a realista képektől kezdve az olyan abstrakciókig, amikben a belső gondolatvilágunkat és a belső életünket mutatjuk meg, ezek fognak szerepelni a kiállításon. Én mindenképpen szeretném megköszönni itt is Tiszalöknek, hogy minket fogad, évről évre minket is tápol, és ezt a szeretetet mi csak köszönni tudjuk, és örülünk, hogy itt lehetünk, és egy ilyen neves festőnek nevének a szárnyai alatt fejlődik és alakul minden évben az alkotó tábor. Köszönöm szépen, meghallgatok. Na, akkor... És akkor helyezzük el koszorunkat idén is névadónknak a Köszönöm szépen, neked is köszönjük, és benne megemlékezés. Nekik is, hogy eljöttetek, és akkor Istánál sok szeretettel várunk benneteket a kerti partira. Jaj, de figyelj, sajt! Azt hittem, hogy nem. Nem, nem, nem.
És nagyon szépen köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit ezen a nagyon szép délutánon. Hoztam egy pár jó számot, amit úgy gondolom, hogy önök is, illetve ti is ismertek, úgyhogy ha van kedvetek, nyugodtan és bátran énekeljétek velem. És Heckmann Erzsébetnek hívnak. De szerintem már mindenki ismer. Eltelik lassan ez a 10 napos tábor, és én mindig oda lyukadok vissza a Verőcei kiállításunkra. Én annyira tele van a lelkem azzal, hogy segíthettetek, és itt ezen a táboron próbáltunk valamennyit belőle abból a szeretetből visszaadni, amit ott kaptunk. De jött ez mindenfelől hozzánk, és én nekem mindig ez a derült ahhoz, hogy a következő táborra gondoljak. Nagyon aranyosak vagyok, nagyon kedvesek. Öröm látni a munkáitokat, és kívánom, hogy nagyon jó erőben, nagyon jó egészségben jövőre megint találkozunk, legalább ennyien, mert most négy barátunknak még lett volna helye. És azt kívánom, hogy tisztelőkiek is, és ahol elviszitek a képeket haza, és utána elviszitek kiállítani, mások is megcsodálják meg, és megtudják, hogy tisztelőkön van egy alkotótábor, ahol már küzdelmeken keresztül, de nagyon szívesen látunk vendégeket, és reméljük, hogy meg lesz a 21 is. A tábor Művészeti vezetője. Ide jöjjön, Katika, hol vagy? Van, itt kint, hát meg. És van a Dávid. Ide én háborodok, és akkor te is ülök el. Neked is itt a... Neked könnyebb lesz játszani, nem? Tényleg örömmel tölt el, hogy ilyen pozitív élményetek volt a Verőcei kiállításról. Hát nagyon sajnálom, hogy annak idején először beszéltünk Verőcéről, és akkor még megvolt a Nagy Galéria. Most már, ahol a kiállítás volt, ott is beszűkültek a lehetőségek sajnálatosan. De azért a pozitív élmények megmaradtak, és elvittük hírét Verőcére ennek a tábornak, és nagyon, tényleg nagyon sok látogatónk volt, nagyon izgalmas volt minden, a megnyitó is, a külföldi vendégekkel. Tehát maximális öröm töltött el, hogy ennyi érdeklődő volt, és ennyi pozitív visszajelzés volt a tábornak a munkájáról. Azt tudnotok kell, hogy nem csak a tavalyi tábor munkáit, hanem a válogattunk az előző évekből, és arra törekedtünk, hogy inkább minden alkotótól egy-egy kép legyen, és így 61 kiállított kép volt, és a lehetőség szerintünk a legjobb munkákat és tudtuk elvinni és kiállítani. És örömmel tölt el, hogy ebbe a táborba sok visszatérő alkotó van, és minden évben megújulunk új alkotókkal is, akik nem voltak eddig el. Anett, aki, hát évső szerint megyünk végig, legalábbis úgy kezdjük. Az S betű az első, Anett, az A betű. Megkérlek, hogy
hogy gyere ide a képeidhez, egy pár szót azt szeretnék, hogyha mondanál arról az ütletéseidről, a munkáidnak a szelleméről, és komolyan. Komolyan, és azt, hogy mi fogod meg Tiszalökbe, nem csak képileg, hanem egész hangulatában a helynek, és hát beszélj egy pár szót az itteni mostani munkádról, meg hogy ez így durva, tudom. Ez így durva, hogy hirtelen most. Azt, amit én elmondtam. Beszélj egy pár szót. Magadról beszélj, magadról. Ki vagy? 175? 168 centi vagyok, a kilót inkább nem mondanám, hogy nem száll. Ja, vagy kézben úgy látjuk, túl nagy. Köszönöm szépen. Csak azért, hogy nem igaz az éma. Hát tudjuk, hogy képregényeztél, tudjuk, igen, hogy misztikus dolgokkal, és tudjuk, hogy megfogottak azok a apróságok, amiket meglestél ott a fűbe, kint a igen, azt a fűbe heverészve fényképeztem. Megfogott a Tiszapart is, és ugyanakkor saját lelki világodnak, a saját alkotó művészetnek, művészetének a kifejezésén is sokat dolgoztál itt. És én úgy tudom, hogy te még többet akartál ennél csinálni. Igen, igen, hát, maradt is félbe kép. Hát... Lett is, meg van egy... És a Szotyi? A Szotyi az lent maradt, a Szotyit fel kellett volna hozni. Hát, leszaladok szólyan, a Szotyiért. Szóljon, anyámnak dobjon le Szotyinak. Segít neked, Sanyi. Még egy kép nem maradt. És ez itt a Szotyi. Annyit akarok még mondani is, hogy szeptemberben lesz egy nagyobb kiállításunk, és elsősorban ugye arra készültem színvilágnak is, a fantázia világnak is, de azért Tiszalökről is csináltam egy két képet. Ez pedig a Szotyi, ezt a Szotyit, ezt hova? Másik végén üres a hely. Zsófő, benne lesz folyamatosan videóban. Majd kivágja. És akkor a két képet úgy szeretném felajánlani, hogy ebből a háromból, ugye a két Tiszalök ki, meg egy fantázia, hogy ebből a háromból válasszák ki. Amit szeretnének, mert a Szotyi az már eleve tulajdonoshoz került. Az Istváné. Hát a kis házikó, szerintem egy mellféle kép. Azt is mondhatjuk. Kis házikó. Igen. Az oda. Akkor... A kisházikó, a Tiszapart és az angyal. Akkor meg kell ragadni. Ragadjátok meg az alkalmat. Ja, rögtön azt van a napra bolgójáért. Az angyal. Angyal kell kapni. Nagy kisház. Egyébként én nem számítottam, hogy beszélnek kellene valamit. Nem baj, dehogy sikerülni. Oda. Oda is a Szotyit fogd a kezedbe. A Szotyi az az István. Nem baj, de azért... Úgy történt, hogy körülnáráson a Turiba vettem egy keretet, és festettem bele egy csodálatos portrét. Aztán nem kezdett, és Annett volt olyan kedves, hogy átfestette egy napokoldóra. Oké. Na, és köszönjük az évet. Köszönjük. Így van. Köszönöm. Jó nekem. Anett, a hátuljáról légy szíves, írd majd rá a neve. Alá van írva. De előtt... Jó. Anett, írd rá a címét és a nevet. De az kellene valami. Méretet, technika, így szoktam. Majd. Ja, majd az újján. Az ujjammal nem tudok. Van frisztólan, vastag majd. Jó, ide imád. Kíván megenged, hogy támasztjuk az autót. Folyt kö. Na. Van még a betűs? B betűs. Otto. Igen. A B betűs. Nem baj. A után, aki átmond, mondjon B-t is, hanem után Boldizsár. Jaj, értem.
Ahogy sikerül. Éva, B-nél vagy a T-nél jössz? Ahogy akarod, azt sinyakod, én alkalmazom. Ott soha alakod a kérdés. Tízzel állva fölrohanom. Tévennek minden mindenki. Én alkalmazkodom, próbálom. Nyos. Otto. Tőled se várunk el többet, mint amit Anettól, hogy beszélj. Beszélj erről az egy hétről, beszélj a képekről, beszélj arról, hogy meddig leszel ilyen habhelyjel. Mikor kötik be? Lesz mikor kötik neki. Be? Hát majd szeptemberben lesz az esküvőm. Ha a javában kezdted. Ha. Eljutok odáig, és nem leszek még ezt neki fektetve. Fektetve. A fénykép, tudod? Ja. Úgyhogy addig meg alkotunk. Gyártod a bilincseidet, látod? Addig gyártod a ráncokat, bilincseket. A szeptemberi kiállításra készülök én is a gépészettel, a steampunk világával. Kiállítóhelyünk is egy steampunk szalon lesz Budapesten. Végül is gépészet, közgépek. Régi gépeknek a megjelenítése, a régi világnak a megjelenítése új formában. Ez a célom és ezek a terveim most. Hogy éreztem magad? Jó. Köszönöm. Nem látszik a pocakja? Nem látszik, hogy jól éreztem magad? Bővebben nagyon jó. Bővebben nagyon jó. Na, melyik képet? Csak én is emlék. Polgármester úr, most te segítsd. Én nagyon megnéztem az elején, hogy megérkeztem, és akkor magyarázatot adtál, hogy akkor is egy pár gondolatban, meg most is. Nekem nagyon bejön, mert mi ezt szoktunk hozzá, csendélethez, tájhoz, és akkor ez egy egészen más is. Nekem tetszik a színvilág különben. Én igazából jobb szélső gondolnám, igen. Kár megbontani ugye ezt a trilógiát. Hát csak gondolom, ezt akartad. Akkor ezt választod? Köszönjük szépen. Közös fotó? Köszönöm. Csí. Tetejére tegyed. Figyelj, nyugodtan arra tudod tenni. Van még hely. Van egy pad. Jól van, itt jó itt van. Ja, ne legyen sem van. Indult el mosogatni. Légy szíves a kérdéseket feltenni. Hát... Most merjed. Na most az a merjek fölteni kérdéseket. Igen. Éva a negyedik éve vagy a tábornak a
alkotója. A te világod nem a tájképek, hanem a saját belső megjelenítéseid és a saját gondolataid, a saját érzelemvilágod, ami megjelenik a képeken. Beszélj egy kicsit azért a képeidről, ihletéséről, ezekről a kalandokról, amiket képileg megértünk. Van egy grafikai megoldás, amit általában képekbe elhelyezek. Szokatlan, merőben más mindenhol, de én ezt a kettőt összekombinálom, tehát ezt ettől vagyok egyedi, gondolom én, hogy össze-vissza képkálok. Nagyon szeretek rajzolni. Nagyon szereti, amikor én ott megjelenek, még meg se, csak megjelenek, ne szól semmit. Hát körülbelül igen, mert ő nem tudja. Tehát én nem látták tudom, a folyamatot a többiek is, hogy elkezdtem valamit is, merőben már tett belőle. Be is fejeztem. Ja igen, fejlesztem, és merőben más jön ki belőle. Úgyhogy ez a tegnap esti képnél, hát aztán elborzlottak, hogy reggelre ez lett belőle. Ebből nézegették, hogy elkezdem egy realista módon festeni, és utána átlökem egy másik helyre. Szeretem a növényzeteket ábrázolni, virágokat ábrázolni. Azok a kalapos nő az egy dekorációs alkotás, azért most a divatot négy részből kirakják a ágy fölé vagy a kanapé fölé a képeket. A nőket, a vagy nőket. Kopány. Tehát ilyen... Más nem tudom. Tehát én nagyon sok... Megfestem a képet és utána beleindulok. Tehát valami módon grafikailag, de... Beleteszem a négy jegyemet. Tehát ez valahol egy négy jegyem. Hogy beleindulok. Kihasználom a festéknek a mozgását, mert ez egy folyatok technika. Vagy a fújásokkal, vagy a visszaszedéssel, százszerre kire, a százszerre alkalmazott először, hogy visszaszedte a festéket. Annál visszaszedtem a festéket. Tehát mindenfajta festékkel foglalkozom, meg mindenfajta technikával, de grafika az valahogy igen. Mondjuk abban nem. Tehát az egy, azt, amit kinéztetek, az egy nyugodalmas kép, és azt szeretném nektek is ajánlani, meg erre gondoltam, hogyha megfelel. Érdekes, ezt a kettőt néztem ki. Jó, abban nagyszerű, akkor meg is egyeztünk, mert talán többet nem is kérdezzél. Közben fogunk, hogy meg ne gondolsz. Ja, nem, én. És én fogom, vagy ti fogjátok? Én csak most fogok. Beszívom. Csíz, tejbe, kríz. Annyira szépen a kép. Tudjátok, hogy mi a szíved, csendét? Csend és kiáltás. Csend és nyugalom. Ja. Azt kellene nekünk naponta nézni. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk. Ez egy csodás környezet. Nagyon jó társaságban, nagyon jó emberekkel. Tehát azt látni kellett volna, hogy milyen összhangban tudunk itt ellenni. Tehát attól függetlenül, hogy 15-en itt vagyunk, az összhang az nagyon jó. Az éjparkotunk zavarkodni. Nem zavartok, köszönjük. Most eddig volt vezetéknév, volt keresztnév, volt előnév. Már döntéskényszerben vagyok, nem tudom, hogy utónévvel, vagy mivel kezdjük, de maradjunk abban, hogy hát ez a döntéshez nekem bíró kell. Vagy doktor, vagy mi a kettő együtt. Elkérem doktor Bíró Ernőt. Ebbe vártjám azt a táskába, mielőtt elnézünk, hogy ki fogjuk venni azt a képet, amit hat éve mutatott. Ne hagyd magadot, Tom!
Ernő barátunkról mindenképpen tudni kell, amúgy a látható is, hogy ő az akvarell festésze szerelmese. Nagy mestere. Ő nem hiszi el, de én mondom, hogy mestere, tehát, mert ő szerény. Gyere, van még hely. Most tudtam, hogy most kezdődik. Hogy én csak örülök, hogy ő ismét velünk van. A tavalyi tábort nagy erőfeszítéssel csinálta végig, mert biztos tudjátok, nagy kosaras múltja révén. Lefel ez a társa. Jó. Kosaras múltja révén, és a kéményseprő által jelzett korom miatt voltak nehézségei, de újra velünk van, és újra köztünk van, és újra itt lehetett a Tiszán, mert aki egyszer belemerült Tiszalú mocsarába, az örökre visszapány. Ernőben. Tegyéhez valamit. Kecskemét a hülyeségeim. Kecskemét az élő, hogy mondjam, nyugdíjas mérnök vagyok, aki át szabad idejében ilyen akvarell képeket, meg grafikákat, ilyen tűzgrafikákat készítem. Fiatal koromban, tehát ez 14-16 éves koromig készültem erre a művész pályára, aztán mégis egy mérnöket belőlem. És hát én, hogy mondjam, majdnem egy fél évszázadon keresztül a magyar élelmiszeriparnak az egyik, hogy mondjam, résztvevője voltam, és hát nem volt nekem időm arra, hogy az elfoglaltságaim mellett, hogy ebben foglalkozzam, és nyugdíjba vonulásom után kezdtem el ebben foglalkozni, hát nem tudom azt mondom, hogy 9 éve, 8 vagy 9 éve, hát idáig jutottam, szeretnék majd még tovább jutni, kicsivel majd meg látjuk. Későbbiekben főleg a labirozott tus grafikákkal szeretnék foglalkozni, a nagyon méretűekkel, inkább az alakos formák érdekelnének, majd meg látjuk, hát aztán mellette a tájképek készítettek, hogy hogyan hangolsz, azt még nem tudom. A képekkel kapcsolatban 1913-ban festettem Verőce galériának a 2013-ban ezt jobbra-balra, most szeretném szeretni volna. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon örülök neki. Azért bemutatom, itt lett volna annak idején, amikor 2 évvel ezelőtt beszéltünk a Verőce galériában a kiállítás. Ez sajnos már nem így néz ki. Állítólag sokkal szebb lesz, visszakerül az eredeti állapotába. Remélem megérem, lássam. De nagyon szép emlékeink fűződnek szerintem ahhoz a kiállító térhez és ahhoz a baráti társasághoz, aki ott minden kiállításon. Kiállítóként és látogatóként. Köszönöm el. Ezt a tiszai képet pedig az Irszki István barátomnak szeretném átnyújtani. Nagyon sok szeretettel és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Nagyon szépen köszönöm. Van egy harmadik kép is. Kati. Katikáé. Szintén nagyon szépen készült a lehetőséget.
Ja, igen. Na van. Na akkor már. Ez is takarja a kotak. Köszönjük. De szépen. És hát a... Van itt egy-két kép, van itt egy-két képe, hát ezek közül, hogyha kettőt választanak a... Polgármester, alkotótában megtisztelnek. Ezt most... Rám bízzátok? Rád bizony. Jó, nekem szimpatikus a szélén az a kis keskeny csatorna. Vagy az, igen. Az tetszik. Az is tetszik. Mellette lévő csak azért, lehet, hogy nem jól látok, az a tardosi, az a tardosi komp. Azért, mert én tardosi vagyok, és akkor tardosi komp legyen akkor. Köszönjük. Fotó! Ja, a fotó is. Fotó akkor. Megint rajta lesz. Hogy is jön tovább? Azt mondjuk... A másik. Kibaradt az adat. Akkor elután más kell, hogy megjöjjön. Ja. Hát igen. Más tíz. Ha már akvar el, akkor jöjjön Almási Zsüzsi, aki a névsor elején és a végén is bárhová próbálkozik a zsével. Igen. A zsével, meg az ával. Ától zséig. Nem is láttam magát. Az a hortenzia, nagyon nagyobb. Van, kettőt lehet. Arra kell mondanom, hogy Pavel szavaival élve, az a kép, ami eldől, azt meg fogják venni. Igen. Így mondja az mondás. Ezek a mondás. Tényleg? Az enyém is eldőlt az előtt. Majd. Jó. Ide vegyek. Hú, kicsi magasztok. Csak az akkor elleket raktuk ki. Vagy raktam ki, mert elviszi a szél a pasztel képeimet. Na szóval, körülbelül 9 éve kezdtem el festeni. 50 elmúltam már akkor, és egyszer csak így jött. Elkezdtem először rajzolgatni, aztán vízfestékkel, barátok hozták a dolgokat, hogy ezt próbáljam ki, azt próbáljam ki, aztán végül szerelem lett belőle, és hát most már ilyen szinten vagyok. Azt, hogy milyen szinten, hát azt mindenki eldönti magába. Én szeretem csinálni nagyon. Ez egy más világ, amikor az ember fest, akkor nyugalom van körülötted, és nem tudod semmivel, és ez benne a szép. Én azokat a dolgokat szeretem megörökíteni, ami számomra szép, és én azt mondom, hogy a kép első kötelessége az, hogy ünnep legyen a szemnek. Hát én szeretek olyan képeket nézegetni, amikor jó ránézni, és utána jól érzem magam.
Látszik, hogy napraforgós kedvembe voltam, mert a tiszta megkért, hogy teszek napraforgót, és egyébként is szeretem a gerudon, az egy örök téma. A hortenzia készít mai nap délelőtt, azt mondom, hogy ez nekem most a szívem csücske, azt az egyet az biztos nem fogom odaadni. Viszont a napraforgót azt te kérted, hogy annak a az asztalosnak, aki ugye a faros lemezeket hozta, ő neki szeretné akkor ezt odaadni. A Benyei Zsoltinak a... Igaz, én nem kaptam faros lemezt. Van még. Ez most csak poém volt. És akkor... Ami leesik, el kell. El kell. Zsuzsa, meggazdagodtunk. Igen, szépen megköszönjük a kapcsolatot. Én ezt a világos csendéletet vagyok, virágcsoport gondoltam, akik a egynek, a másikat pedig ezt a felítés is. Hát a kettőnek van valami hátulján, ez ilyen anyagspórolás, vagy felhasználás újra. Úgyhogy ezt a kettőt köszönöm szépen. Ha melyik jobban tetszik, azt? Az sok volt bele keretben. Ilyen páros és páratlanak. Mindig úgy van, hogy az utolsó elkészül, az a szívünk csücske, és azt nem akarjuk odaadni. Aztán eltelik is idő, szeretem. És akkor a gyereked is így van, a kicsi, a huncut, az a legkedvenc, a család kedvenc. Én voltam a legkisebb a család. Látszik is rajta. Azért vagy. Köszönjük szépen. Ha valaki kíváncsi a pasztelekre, akkor majd utána megmutatom. Elvittem. Maradjunk annál, hogy házi Évi, házi kora Évi, hát gyere már! Fölkészül házi győr. Igen, azt is mondják. Győri, hallottad? Igen. Fölkészül házi győr. Igen. Soron kívül átmegyek a színpadon. No, gyerünk, Pavel! Elindjött! Ó, Pavel! Pavel, az én képemet is kitennénk. Ó, Anzsú! Leszaladt valamiért. Jajó. De itt van az a kis. Jó, hát majd előbb emüljön. Állvány. Főnök szóla. Jó. Lobog a Pável. Nem tud elmenni, mert oda kapattam. Na. Házini Szikoraiba vagyok. Most kezdtem el a festést. 18 éve vagyok a Tiszalöki Alkotótábor egyik tagja. Hát nagyon sok, nagyon-nagyon sok darat eltöltöttünk már itt sok hetet. Reméljük, hogy nincs okotok panaszra. Igyekeztünk fejleszteni a tudásunkat. Beszéljek egyes szám első szemébe.
megpróbálkozom a lehető legjobb munkáimat. A lehető legjobbakat próbálom magamból kihozni. Majdnem azt mondhatnám, hogy ilyenkor lendülünk bele a munkába, amikor eljövünk az alkotók közé, hogyha ha nincs is különösebben nagy kedvünk hozzá, akkor itt megjön. Tehát egymás munkájából egy az, hogy merítünk, másrészt megbeszéljük, nem tudunk úgy elmenni egymás hátam azért, hogy valamit ne szóljunk, és reméljük, hogy nem is sértjük meg egymást vele, hanem mindenki megpróbálja a tarsójába tenni azt, amit hall. Ha még akkor rögtön nem is mutatkozik meg a munkán, de későbbiekben valahonnan onnan hátulról előjönnek ezek az instrukciók. Aztán lehet, hogyha még folytatódna a hét, akkor számtalan olyan okos, meg viszonyú szép dolgot tudnánk csinálni, amit egyszerűen mindenkinek, meg napunknak is lehet, ez is nagyon fontos dolog. Én is mindannyiunk nevébe köszönhetem, hogy itt lehetünk. Jó legyen a szervezések, a jó sok szervezés. Egy kicsit majdnem alig marad idő, mert mindig készülünk valahova. A szervezők jó voltából, tényleg jól érezzük magunkat, hogy együtt igyekszünk a maximumot nyújtani, remélem sikerrel. Én úgy gondoltam, hogy ezek közül a képek közül ezt próbálhatnám, meg ezt. Kihasználva azt a... tehát ahogy hogy kaptunk egy-egy ilyen keretezett vásznak, és így megköszönöm, hogy az egyiket felhasználtam, és akvarellel pedig a másik féle technikámat akarom, mert most pillanatnyilag az olajjal és az akvarellel foglalkoztam itt. Ameddig kipakol Gyuri, addig én azért mondanám, hogy Gyuri többféle szerepbe képviselte itt magát a táborba. Először is mint alkotóművész, de mint koránkelő ő hozta el a zsemlét, kiplit, kenyeret, és a szakácsművészetét meg, hát mind a tíz úr, már mindenki ismeri. Évek óta az ő különlegesen finom bogrács kreációin, nem beszélve arról, hogy amikor 5 perccel a tálalás előtt kiderült, hogy kellene egy kis savanyúság pillanatok alatt olyan zsoltosan látásnak üzgetett. Minden ebédnél csak körbe-körbe járt a salátástán. De hát ezek a pluszok, amit még az alkotó művészetéhez hoztak. Úgyhogy... Most már 18 éve főz itt az alkotótábor. És még győzött? Csabladom az előttem szólókat, köszönjük szépen a meghívást, nagyon jó érzelünkat. Mindig. Ugye az történelemben István elmondta, hogy 18 év óta jár a feleségem ebbe a táborba. Én eddig 15 évig mint ecsethordozó kísértem, valamint a tábor konyhaművészetéhez próbáltam hozzájárulni egy kis különözéssel. Ezt követően én is eljöttem nyugdíjba, hogy előttem Imre is elmondta, Erről is elmondta, és a nyugdíjas éveknek követően megpróbálkoztam ezzel a festészettel, és bele is szerettem. Nagyon kellemes, úgyhogy negyedik éve üzemeztem egyszerséget. Én az akvarell technikát választottam, abból a meggondolásból döntöttem ezen a technika mellett, hogy én tudom, hogy az egyik legnehezebb technika meg a perc művészete,
de megmondom őszintén, nem büdös. Így vagy vele. Tehát a higító, az olajszag, meg stb. Vagy a téli időszakokban azért behatárolja a munkát, az olajjal történő. Hát nincs az embernek gyűjtelme, így aztán úgy döntöttem, hogy az akvarellel igyekszem kifejezni. Nagyon sokat tanulok a táborban. Külön köszöntet mondok Bíró Ernő barátomnak, akivel egy ilyen gondola alatt dolgoztunk, és nagyon sokat sikerült tőle ellesnem, sőt, ő magától is mutatott nekem fogásokat, amit egy-két évben már be is építettem, és remélem a jövőben is. Tehát ennek a táborozásnak az egyik legfontosabb része az, hogy egymástól tanulunk, és egymás munkáit, tudjuk nyomon követni, és akkor ezekkel a munkákkal együtt igyekszünk elmélyíteni a tudásunkat. Én is csatlakozom az előző szólókhoz, hogy nagyon jó a társaság, nagyon kreatív, nagyon sokat dolgoznak, nagyon jó a hangulat, nagyon jó az összefogás, úgyhogy mindenkinek én is jó egészséget és erőt kívánok a következőkben, és remélem, hogy a jövőben is találkozunk. Óvatosan! Köszönöm a szervezőknek és az önkormányzatnak, mert be is passzoltottam ezt a két képet, mondva akarni átadni. Ha meg megfelelnek, ha meg tetszik. Köszönöm. A Tűzszörnöki határa, másik pedig egy kis házas, egy szintén. És Üri, hát volt. Volt az, ez Üri lesz a következő kiállítónk, és ő is, ő nem először van a táborba. Képeinek a fantázia és a misztikum világa fantasztikus. És a különféle technikák, amiket ezekbe az alkotásokba ötvöz, a pasztelltől ez az egész extrém, számomra egész extrém, rétegesen felhordott. Majd erőtetve teszem, úgyis csak ilyeséget. Mondja csak nyugodtan, nem tudom pontosan elmagyarázni, mert akkor azt mondom, hogy a rétegekbe fölhordott, alaprétegekre fölhordott és különös megjelenésű alakzatokat utána a festéssel alakítja a grafikai megoldásokkal. Nagyon érdekes és különleges technikája van, és nagyon érdekes lelki világ, amit hordoznak ezek a képek. Kicsit ide tolom, hogy jobban ez már elkezdett így mozdulni. Ugye én nagyon izgalmasnak tartom az ő képeit, és nagyszerű ebbe a táborba, hogy annyiféle technika és annyiféle alkotói gondolat jelenik meg a képekbe, hogy soha nem egy sík. Amit csinálunk, soha nem unjuk meg, hogy csak tisza, csak tisza, csak tisza, hanem mindenki a saját belső világából bemutatja azokat, amiket itt lát, amit megjelent, és amit hordoz ennek a helynek a szelleme. Üzsi, most már tényleg tiéd a szó. Szeretném megköszönni nektek, hogy itt lehetek. Most már harmadszor voltam jelen ebben a táborban. Fantasztikusan élvezem, rengeteget tanulok tőletek, kedves társak. A tavalyi tábornak a nagy hozadéka például az, hogy Barba Animótól tanultam az akrilfúj technikát, ami ez a két kicsi gép. Különleges dolgokat kell egymásba önteni, és akkor ebből készített ki. Ezt én otthon nagyon sokat játszottam ezzel, nagyon sokat kísérleteztem, hogy hogyan tudom belőle kihozni a maximumot.
Aztán persze, ahogy ezzel foglalkoztam és tanítam, találtam egy másik nagyon izgalmas technikát, ami szintén akril, és ezek a foltos képek, és etanollal kell rádolgozni, aztán fölvinni a rétegeket, és úgy lesz belőle. Azt gondolom magamról, hogy én valamikor nagyon régen naturalista iskolában tanultam, egy szabad iskolának a tagja voltam. Nagyon jó volt ez a suli, csak én éreztem, hogy én ezzel nem tudom kifejezni azt, ami bennem lakik, vagy bennem él. Tehát az sokkal jobban izgat engem, mint a körülöttem lévő világ. És aztán hát így lesznek ezek. Polgármester úr, én ebből a szögből nem látom a gyerként. Bármi. Tényleg nagyon izgalmas. Ez monotípia, ez a három. A maradék festéken egyszerűen nem hiszen kár, hogy a miatt akkor én abból a monotípiából gondolnék egyet, már a középső. Vagy a bal szélső, bocsánat. Vagy mind a hármat, ez úgy tisztában. Igen, igen. Vagy mind a hármat. Sognak. Ebből kettő kell, nem? Fotó. Fotó. Jaj, fotó. Mindegy. 150 forint egy fotó majd a végén. Majd a többi. Nos, most kicsit úgy ugrunk a népsorba, hogy Iván jön, és mivel Iván magyar hangja, Pavel Duliskovics. Jó, fordítom a dolgokat. Igen, úgyhogy ti ketten fogtok jönni, először Iván, és utána téged kérünk a terítékre. Magyar hangja, Pavel. Nagyon gyerek, hogy jól legyen. Nagyon gyerek, tényleg. Igen. Magdi. Tegyél az állványra. Az állványra nagyobb. Fantasztikus mennyiséget produkálnak kárpátaljai barátaink. Az ő vászon olajtechnikájuk és a rendkívül gyors alkotói munkájuk páratlan a táborban, mert ők hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a természetbe sokat alkotnak, lenerveznek, kimennek és ott nyomják a ők kevésbé műterem. Hát ebben az időben, amikor lehet itt alkotni, kevésbé műterem függők. És nagyobb alkotások születtek, és átadom a szót Ivánnak és Pavelnek, akik szintén őstáborlakók. Dobrý den sim. Mindenkinek jó. Nagyon prijemno nahodili se u takvom prekrasnom misije Kiselov. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Kiselovon nem először vagyok már, de tetszik nekem. Ja bovao i tu i ranije, ale jeskusko robio kuskarevne vlečke. Ja én már korábban is itt voltam, de a betegségemmel miatt nem tudtam jönni most. 6 évig nem voltam itt, de most megint itt meg lehet. Prijemna atmosféra tu i kolegi, duže prijemni jezdni škole i profesionalizm i arhitektori je tože prijemno što je kolegi, bo ja to arhitektor. Nagyon kellemes a társaság, van kollégák is közöttük, és nagyon
nagyon jó a hangulat, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Jemnos a Mermista, a polgármester, és úgy nyilvettek, hogy a Lecskóval zaklegyi, ale ne show. Nagyon kellemes az, hogy a polgármester talált időt és idejött. Ez nagyon megtisztelő nekünk is, és nagyon... Köszönöm szépen, hogy a csász nagyon bízik, és már 20-ig van a kunkot. Más plenet. Nagyon hamar szalad az idő, és ez már a 20. Évforduló a tábornak, de reméljük, hogy lesz volna. Mi kocsina tűn pracovati, de gyízre, de nincs az úszlici zván. Ja, už se pogledi. Ja, már ezt megmondtam. Ez a naši uvázi predstavljajme roboty. Ez az ő alkotmánya, majdnem minden, nem, ez akvarel, ez olaj. A robota ja robil v 13. roce, kisodobí var 2013 ba csinálta, amikor még itt volt múltkor. Ja, pa tedy oi istvenu, tomu što je jak pamet pro istoriju. Ez ajándék a Pistának. Majd régi fényképezkedik. Ja, Mera to je dobrý podarok, bude grázne místo. Azt gondolja, hogy polgármesternek a város része az aktuális lenne. Romlik a fa. És akkor ez a polgármester, csak vigyázom, mert ő még elég. Nem, már nem nagyon, de... Nagyon szépen köszönöm, köszönjük. És ez a kettő a szponzoroknak. Fotó. Én... Igen. Nem, csak a másod lehet. Én csak tolvások. Ne gondoljátok azt, hogy Pavel lerabolta a munkácsi képtárat. Az Pavel így dolgozik. Ez gyorsan. Ez még nyers. Gyorsan, határozottan. Az állványról még tehet. Készíti a portékat, vázlatokat. Rajz, pasztel, olaj. A természetfestés vagy éppen az absztrakció egyáltalán nem áll távol tőle, minden részlet gyakorolja. Ez otthon csináltam, igaz? Ez nem ilyen. De attól függetlenül érdekes. Nincs kész, és hogy ez nem érdekes. Hol egy két ebben kor? Hol egy két? Nagyon vagyok. Pironat, mert itt most
technikai dolgok van. Duliska és Pál vagyok Kárpátaljáról, már 10. alkalommal vagyok táborba, jól ismernek. És én is nagyon szeretek itt lenni, és ha csak van lehetőség, én jövök. Igaz, hogy 2 alkalomból nem volt lehetőségem, azért nem jöttem, de máskülönben nagyon szeretek itt lenni. Ezt, amit produkáltam itt, főleg, és azt akarnám mondani, hogy a köszönet a szervezőknek, mert szerintem nagyon jó az ellátás, nagyon jó a hangulat, ami nem kevésbé fontos, mert mégis a társaság hogy mondják, a szimbólumra, mint művészileg, úgy emberileg is fontos nekem. És én ezt nagyon pártolom, és azért szeretek itt lenni. Na és itt több technika is van. Próbálkozok ilyen elvonott absztrakt dolgokra is figyelni, aztán portré. Itt egy csendélet is megjelent, szóval itt vannak a munkáim, úgyhogy ezt produkáltam most. Köszönjük szépen! Én azt gondolom, hogy vagy mit gondoltok ti? Inkább nem befolyásolom, amit választok. Igen. Nagyon hűmög neki, te a bírát. Nem, csak mondom, hogy amit a református tanítom, ez egy. Tovább. Ez a havastáj tetszik. Kettő. Ez a szponzoroknak megy, akkor... De ugye, mert még ebből lesz 150 forint darabja. Akkor polgármester úr. Hát akkor én ezt a jobb szépség után... Igen. Igen. Oké. Ilyen nagyon kiszölött. Igen, ez nagyon horgászfizet. Tiszta Viki. És akkor... Még magácskán a kép, gondol, klubba. Ezt? Közben elmondom, hogy Pável valami rossz fát tett a tűzre, mert csak a kedves felesége, hogy Icával neki engedték. Úgyhogy felügyelettel van. És akkor Pistát még... A Pista más tején. Ez lenne akkor. Na! Szerintem Sándorom. Én hogy legyek utoljára? Én vagyok az utolsó. Úgyhogy teljesen mindig nekem kell utolsónak lenni, úgyhogy gyere csak utolsó. Gyere csak utolsó. Igaz, de már meg akartam mutatni ezt a portrét. Itt van a modell. És volt még egy portré a tanító néni. Igen, de nem adta el. De az egy ilyen skicces, mert nem fél óra, óra maximum. De azt hiszem jól sikerült. Igen. Hogy a
nekem az ágyban van egy csipesz. Mezei Sándor vagyok, Tiszalökön születtem, 30 év alatt még Szentendrén. De amit csinálok, az nem hozza a Szentendrének a hírességét, hogy a Szentendrén művészeti város. A művészek nem tartanak össze, meg ott nem olyan művészet korokban. Én nem tartom magam művésznek, én csak a teremtő adott azt, hogy nekem azt, hogy tudtam, hogy szeretem rajzolni, meg amit csinálok azt. Abból indult ki, hogy a Vándor Szezán mondja képet néztünk, ha nem igaz, hogy valahol meg tudja csinálni, az mezés. És akkor például arra gondoltam, hogy miért fog minden, és soha nem értem, hogy akkor most szentettem, mert egyébként is késtem 3 napot, és hoztam Szentendréket. Ezek az én saját képeimről készült akvarell papírra, egy ilyen nagyon halvány nyomat, de akvarellra akartam megtetszeni, úgyhogy ahogy gondoltam. És hát ilyenre kerültek. Azt a tusrajzot is már régen elkezdtem, de az Ernő hatására kezdtem fejleszteni. Az is a szélső, az is egy Szentendrei utca részlet. Az is egy merített papírra nyomott rajz, és az is akkor el van megcsinálva. Ezek az olajok, az Tiszalökön lett elkezdve, ez ahogy a Tígról lejövünk, megyünk a pont felé. Ez azt ábrázolja, ez egy ilyen csontvári behatású fa. Ez egy érdekes fa volt, ez Mátéjan, amikor a tábor voltam régen. Ez pedig nem Mátéja, az Cibakán. És ez egy Mátéi volt. És hát most ezeket tudom behatatni, ez van mindig fejlődik. Csinálom ebben. És most nem is számoltam a hányadszor vagyok itt. Hát, tízesszerűleg a Szentendrei Malom Művészeti Házba egyszer hallottam Lukács Jancsi barátom, akivel megalakítottuk annak idején az Ikon Csoport nevezetű képzőtő egyesületet, és akkor ő mesélte, hogy a társaságban, én még őt nem is ismertem, hogy hát ő Tiszalökön volt a tábor. És akkor utána nem tudom, biztos tízszer visszatérünk. Hát jó, így lenni, még itthon vagyok, és akkor én a kimozdulok a faluba, akkor én mindig egy fél napot elvesztek, mert mindenkivel találkozom, velem fordulok, a már nem ismerek, de húgom egy kicsit, tehát kizökkenek itt, nem tudom, egész napot dolgozni, meg egyébként is nekem munkásra van szükségem, amelyik az, hogy mindig Pesten tényleg maga a szakma is olyan, amit csinálok, hogy tévét javítottam 35 évig, de utána meg háztartási gépület, de mindig mennem kell, az a menő kell benne. Na hát, ezt gondoltam, Katinak meg Istvánnak ígértem magam is Szentendrei képet, azt már odaadtam nekik. A polgármester úr válaszol, meg akkor a város részére is válaszol. Én úgy gondoltam, hogy én a város részére választok. De hát kettő az egyben. De is azért. Már nekem is egyben. Nekem szimpatikus a Holtág és környezetem, meg ez az út, ez nagyon odavalósi, vagy idevalósi. Köszönöm szépen. És
akkor Szentendre nem csúnya város, és ez meg nekem amúgy nagyon tetszik. Az eredeti, ahogy mondtad is a technikát, ez nem értes hozzá, de nagyon szép akár. Igen. Ez egyébként ez, ahogy a forgásnak, ugye nem jutott az országra, és az öregített nyelvédőt hátra, jobbra, akkor ez annak idején lehet, hogy nagyon jól is lehet. Hát ez ilyen sikerült, még esetleg. Köszönjük szépen, segítsetek! Köszönjük szépen Sándornál, és hát Szabó Magdát. Nem borultál föl? Nem. Évike rajta, de másikon. Pillanat, be kell fordulnom a masinát. Megold. Ott kell nyomni. Szabó Magda barátunkat, festőtársunkat, mérnöktársunkat kérjük föl arra, hogy alkotásait. Pakolj! El kell mondanom, hogy köszönöm Gergőre is vannak, hogy itt lehetek, mert neki jutott eszébe, hogy ide elhajlom. Nem bántam meg, nagyon köszönöm. Erőcén többször voltam kiállítással náluk a galériában, és ezt kell megcsodálni, ami rajtam van, mert ezt az Éva neked csinálta ezt a tunikát. Pár évvel ezelőtt. Pár évvel ezelőtt. Ja, közben pakolok. Jó. És köszönöm szépen, hogy úgyhogy ez most neked is szól. Ja, ez a az állvány lábához inkább. Vagy oda felülre, vagy oda a lábához. A fél lefog elő, vagy az nem jó. A gyerekek, itt azért meg figyelj, húzzuk még itt bőve ma a hely. Lovat vedd le enné. A lovat vedd le, mert lefogja a lakfülökni a fél. Igen? Oda a lovat. Padlábához előre. Itt. A lovacskát, a csikó, a vidám kis csikaja. Magdikám. Magdikám, tiéd a szó, de látjátok, sárgába, aranyba, mint egy aranydiplomás építészmérnök. Most elmondta a koromat. Zseni volt, 2 éves korában kapta meg. Apukájától van, ez a kis lomisztaltán. Jó van? Na, képző és iparművészeti gimnáziumban érettségiztem művészeti ambíciókkal, és azt mondta a tanárom, hogy ha el tudsz képzelni mást, mint a festést, akkor válaszd a mást. És én választottam a mást, mert elmentem Műszaki Egyetemre, építészmérnök lettem 40 évig, csak vonalkodva dolgoztam, csak egyenes vonalakkal, és amikor eljött a jól megérdemelt nyugdíj, akkor még nagyobb ambícióval elkezdtem festeni, meg grafikázni. Nagyon örülök, hogy ugyanállt tudtam jönni. Köszönöm a tanítnak, hogy el is hoztak, és azt a rengeteg kaját, amit itt nem tudtam fogyókúrát tartani. Szóval ilyen ellátásban elég sok táborban voltam, de még nem volt szerencsém. Szóval, legyen. Nagyon köszönöm a jutott kiállítást. Nagy élmény volt az a kiállítás vezetés, amit ő csinált, meg amiután idejött, és megmondta nekem, hogy
jó van, sokoldalú vagy, de neked a grafika megy a legjobban. És ezt erre sem mondta, hogy ezt csináljam. Hát mire 100 éves leszek, majd csak megtalálom magamat. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek, lehet választani. Ebből egy már hiszem el, tudnélik, Istvánnál voltunk, megnéztük a házát, a rengeteg tájképet, hát mondom, egy csal sincs közte, úgyhogy én ajándékba adok egyet. És mondtam, hogy nagyon hasonlít valakire. Zsuzsika. A kanapot megvesztjük, a többi része az itt. Az már megvan. Igen. Úgyhogy ezekből lehet választani. Az a helyzet, hogy én hagytam magamat, hogy a helynek a milliója adja nekem a témát. Nem készültem se belsővel, semmi. Hagytam magamat. Úgyhogy ezért van itt Csontvári, ezért van ott gólyafészek, meg ház, ezért van ez ma készült, az pedig azért fogott meg, az a kicsike, mert a holtákban volt egy ág beesve, és azok ültek a kacsák. Úgyhogy nekem azért tetszett. Úgyhogy ezek közül lehet választani. Ezt nem szívesen adnám oda, mert megdicsérte a Ritó. Gyerekek, előre jobb. Erényteg, egészen, és akkor... Csumpány... Igen. Ami mögötte van, az is... helyi épület, kicsit elvallósva, aztán a gólyafészek. De nem, hát még egyet már. Gólyak. Akkor add meg a polgármester. A polgármester. Igen, olyan sok gólya van kiszövetőn. Tudjuk folyamatosan, hogy ezt a képet nézzük, akkor olyan, mint hogyha néznénk a kamerával megfigyelt gólyákat, tudjátok, van több ilyen. És akkor hál' Istennek tényleg nagyon sok gólya van, és egy jellegzetes épületünk is látható. Én ezt látom. Köszönjük szépen. Jó. Fecskések kéne, hogy ezzel jöjjenek vissza a fecskék, nincsenek sajnos. Meg van bóta. Nem is hallottad oda, hogy ott nyert, és semmit nem hallottam. Semmit nem hallottam. Szabó. Szintén, mint Magdi, szintén először van ebben a táborban. Őt is én csaltam el, lévén, hogy unalmas az út, hogyha csak ketten jövünk Évával, Vácúgy, csúkba esik, és nagyon szeretjük Zsófi képeit. Voltunk már vele alkotótáborban Erdélyben, nagyon jó kiállításokra járunk el a főképei, ott vannak a Kolosseum csoportban, ami egy nagyon rangos festészeti csoport, és hát örömmel tettük, hogy elfogadta a meghívásokat, és az ő
fantázia világa, fantasztikus, olyan cuccok vannak, olyan megjelenítések vannak a képeken, és olyan részletek, hogy ragyognak, úgyhogy Zsófi, eszélyte! Én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettem, hogy ez az első stepfotosokról, mert ilyen nagyon ritkán adódik az életemben, hogy ennyire jó társaságban, ennyire jó kedvel, ennyire szabadon dolgozhassak. Úgyhogy ez tényleg felbecsülhetetlen érték nekem, és nagyon fantasztikus embereket ismerhettem itt meg, ami egy külön pont az ember életében, és ettünk vadat, halat, mi jó halat. Fantasztikus volt ez az egy. Hát, amiket én csinálok, azok igazából nem akarnak senkit kényeztetni, mert nem olyan célra készültek, hogy a szemet kényeztessék és ápolják. Ezért én úgy gondoltam, hogy az állatos képeimet szeretném adni. Béka, ne legyen benne, akkor félnek. Jó. Csak majd nem, csak szabad, jó. A tiszarági körű bogarat. István mondta, amikor megkoszorúztuk a csontvári szobrot, hogy Csontvári gyűjtötte ezeket a bogarakat, keresett kiegészítésként, és hát mire voltak jó. Ezek voltak akkor ebből készült a korabeli afrodiziákon, ezért egy kis világító kordat is. Tisztelőki hangulat. Zavarba vagyok tényleg. Hát igen, mert a kárhoz nevezik a bogárszám. Istenem, ne érzétek, mint bakötis kapcsolatban. Tehát azért, mert gondoltam, hogy ez egy kedvesebb dolgok a rémálmai. Köszönjük. Igen, vagy ki fényképfotó. Fényképfotó. Igen, van álljó az a... Még nem csak én látom. Még nem csak én látom. Még nem csak én látom. Zsuzsi, elcsodálkoztál képen? Igen, a bagra. Az egészen úgy, hogy megfogott. És az előző kanyarban. De meg sokáig nézi, sok mindent felfedezni ennek. A női képet. Néhogy jó, arra az a... Igen. Én nem, én ezeken most szépen. Amikor a hóért rakták, már nekem is ma kellene raknom a képeimet. Nem baj, hát valaki neked, azt az átidok figyelmet. Nem tudom, majd kérem tőle. Fotóztál engem? Igen, igen. De csak egy a csajos nézve. Tehát az ezzel az őszre. Majd itt a tudom én azt mondtuk, hogy rendeltetek. Hát, hogy jól tudom. Igen, arról megy a kérdés. Igen, jó. Ki nem ismerne, az örüljön, nem ismerne. Jepre István vagyok, és Zrinszky Tudka meghívására kerültünk 4 évvel ezelőtt ide Tiszalökre. Aztán következőben megkért, hogy segítsek a művészek válogatásába, egy kicsit próbáljak, egy kicsit. Ha már nem tudok festeni, akkor legalább tudja, hogy segítsek egy kicsit, és látjuk a tábor. Meg kell mondjam, nagyon nagy örömmel vagyok itt. Ebben a táborban nagyon kossz művészek, nagyon kossz emberek jönnek mindig össze. Nagy örömmel vesszük a város vezetését, a támogatást, a hozzáállást, amivel a mi
szerény munkánkat dicsérik és emelik. Külön köszönet még Tamásnak is, és alpolgármester úrnak is, aki időközben megjelent, képközben is itt volt, Te Sándor, ő, tehát sok dolgotok mellett meglátogattatok minket, és segítetek a munkánkba. Hát én ezeket a képeket, én olajjal festek, gépészmérnök vagyok, autodidakta módon kezdtem el festeni édesapám halála után, tehát nagyon érdekes módon a következő, amikor nem festettem addig, és édesapám, aki festőművész volt, 2000-ben meghalt, utána én megkaptam az örökségét, másnap vettem először kezembe, hogy komolyabban ecsetet, akkor elkezdtem, de azért engem az olajfestés az, ami nagyon leköt és megragad. Nem mindig van elég időm a festésre, az alkotó táborok erre kiváló alkalmat adnak, hogy próbáljam kicsit a szárnyaimat bontogatni, és így a Tiszalök az egyik alkotó tábor, ami erre ragyogó alkalom, és ezeket a képeket készítettem itt. Hát készítettem téli képet is, kerestem a netről tiszalöki téli képeket, mert mindig itt vagyunk ebben a nyári forróságban, és jó lenne már egy kis tavaszi, őszi, téli alkotás is azoktól, akik mi a természetet ábrázoljuk. Vannak hajnali, nagyon sokat kijártam idén nem, de régebben, tehát az előző táborokban hajnalban napfelkeltéket nézni és fotózni a holtágra, meg a Tiszapartra, tehát innen vannak ilyen sejtelmes holtfényes, meg napkeltés képeim, meg így készültek. Ez a három kép, ez is tiszalöki ihlet, és ez a három kiállításra készült, úgyhogy ezt most ne rajongjatok annyira érte, de a többiből megkérlek személyesen mind hármatokat, hogy ami nektek tetszik, azt választjátok belőle, hogy itt maradjon Tiszalökön. Amit ti gondolkodtok, akkor én visszaélek ezzel, és nekem nagyon kedves a holtág, és néhány évvel ezelőtt valósult meg a tiszai kis-tisza tanúsvény, és annak az egyik eleme a fahíd, illetve ezek a lábasházak. Bár a lábasház alsó része az vasbetonból készült, de maga a felépítmény az szerintem nagyon beleillik a környezetbe. A kis fahíd az meg szerintem ékele. Így van. A holtág szakasznak, úgyhogy én felejtettem. Én nem tudom, hogy Arról a pici házban az jutott eszembe, hogy mennyire felidézi azt a múltat. Tehát már amikor én gyerek voltam, akkor is voltak már ilyen öreg házak. A 60-as évek végén, 70-es évek elején az én nagyanyáim vagy én nagyanyáimnak a háza volt már olyan állapotban, hogy elhagyatott, már nem nagyon lakják, de még a múltat idézi, és ahogy öregszem, egyre inkább én is szoktak nosztalgiázni és felidézni a régi időket. Ez nagyon mutat, hogy ezt benne is hirtem. Meg itt vagyunk Pistával egy csoportban, de nem akarom ezt szaporítani. Egy pár évvel ezelőtt egy másik rajztanárnénk volt, és próbáltam forszírozni, hogy hozzá a gyerekeket látogatóba. Nem hozta, azt a gimnáziumból kihozott egy első vagy második évfolyamos csoportot, egy másik tanítónéni, vagy tanárnéni. Azok sem ragadtak itt, meg aztán Marika nagyon aranyos volt, tavaly, amikor beszélgettünk, akkor felvetett ezt a kérdést, hogy
fogják-e, vagy fogadnák-e itt a gyerekeit a művészek? Természetesen én úgy tudom, hogy nagyon is fogékonyak rá, és ha valakit engem tavaly az a alkotási kedve, amit azok a gyerekek csináltak, és amilyen szépeket csináltak. Engem nagyon meghatott, és nagyon örültem neki, és örülök, hogy Marika ilyen lelkesen csinálja ezt a dolgot, és külön még a hozzájárulást is megköszönöm a szervesti vacsorához, mert a őzgidő az nem tudott nagyon önni, és akkor a üdvözlet. A szarvaskából még megpótolja. Én köszönöm szépen, és remélem, hogy ha jövőre sikerül ezt a tábort újra szervezni, vagy ismét megszervezni, akkor te ismét hozod majd a tehetséges, vagy legalábbis rajzolni, festeni vágyó gyerek. És nem tudta eltenni a sárga barackot, mert idehozta és megettük. Tisztelt, nagyon szépen köszönöm. Tisztelt, még egy hozzászólásunk volna nekünk ketten a táborlakotőnek. Egy ilyen pasztell van a Pávelnek. Köszönöm szépen! De nagyon jó volt a szervezés, és neki megkezdhetünk. Megkognagadtad István? Nem, az... Hát... Igen. Ó, nagyon szépen, köszönöm, Iván! Köszönöm! Köszönjük szépen! Ha nem akarsz... Nem tört el az üveg, úgyhogy a többi az az én dolgom, hogy neki. Üveg nem tört el, szuper! Jó. Akkor mi gyerekek felhozok, jó? Hát ebbe a táborba ugye mi voltunk a állítólag mi voltunk a főszereplők, de sose felejtsük el a felnövekvő nemzedéket és azokat az alkotó gyermekeket, azokat az alkotni vágyó fiatalokat, akiknek ez a tábor és Marika is, Pistájék is lehetőséget biztosított ezen a nyáron is, meg a tavalyi nyáron is, hogy tudásukat megmutassák, próbálkozzanak elsajátítani azokat az alkotási technikákat, amiket itt látnak. Hát ők inkább a pasztell, a ceruza, az akvarell festés területén tudnak mozogni, hiszen az ő idejük, amit az alkotásra egy iskolában, egy tanórán vagy egy szakkörbe el lehet sajátítani, az a hosszú időt kívánó olaj és akril vagy nem akvarell, hanem ezek az etanolos technikákat, folyatásos technikákat nem teszik lehetővé, nem beszélve arról, hogy hát most ilyen fehér gyönyörű ruhában vagyok, mert nem találtam egy olyan inget se, ami festékes ne lett volna, úgyhogy 500-ért vettem a szomszédba egyet. Így ez a festők sorsa. Hogy ez a festők sorsa. Hát, ugye, erre pazaroljuk a maradék festéket, a hasunkra. Mert nekünk van. És például a Magdikát. Ezen kívül, hogy amíg itt a gyerekek alkotásait kirakjuk, mögöttem szorgalmas kezek dolgoznak azon. Minden évben valami programot szerveztünk. Több programot szerveztünk, de valami olyasmit, ami egy külön, egy érdekesség, egy újdonság, egy valami egészen különleges. És így jártunk az erőműbe, volt két évvel ezelőtt filmvetítésünk, művészfilmvetítésünk itt,
akkor Tiszadobi kastélyra két évvel ezelőtt ellátogattunk, megnéztük ezt a csodálatos helyet, és amikor májusban Vitók Lajos barátom, festőművész barátom, akitől hát mit mondjak, 50 éves korában megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet, a köztársasági elnök úrtól a művészeti munkája, és az ő művészeti munkája ebbe a korban már meg is él, meg is érdemelte ezt, tehát nem egy azért kapom díj volt, mert már 80 éves vagyok, és akkor már kihosszjuk, vagy posztumusz díj. Májusban megtudtam, hogy Lajos barátomnak itt lesz kiállítása a Tiszadobi kastélyba, akkor beszéltem vele, hogy Lajos, pont abban az időpontban Pécsen egy másik nagyon jó barátomnak van kiállítás, és kiállítás megnyitója, és odaig érkeztem, de mi jövünk Tiszalökre egy alkotótáborba idén nyáron, és Tiszadobon meglátogatjuk ezt a kiállítást, és felvetettem neki, és megkértem, hogy Lajos, hogyha egy lehetőség van rá, akkor olyan jó lenne, hogyha személyesen jelen lennél, amikor mi megnézzük a kiállításodat. És Lajos azt mondta, hogy ez természetes. Egyeztettük az időpontot, miután itt lent voltunk, és megbeszéltük, hogy csütörtökön 10 órakor találkozunk Tiszadobon a kastélyban. Beálltunk a parkolóba, épp hogy beengedtek, próbáltam hívni Lajost, hát hol vagy Lajos, hát megvan, egyszer csak csörög a telefon, 10 óra 1 perckor, hol vagytok, mert én itt vagyok a recepciónál, és várlak benneteket. És fölkísért a kiállításra, és hát hogy szokott lenni egy kiállítás általában? Az emberek körbe rohannak, meg kérdezni, lehet kérdezni a művésztől, nem kérdezünk semmit, hogy bambulunk, meg hát vannak ilyen dolgok, de Lajos, nagyszerű tárlatvezetésével, gyertyás bemutatóval, tehát lekapcsolták a fényeket a terembe, gyertyával megmutatta, hogy a sárga fény, a napnak a sárga fénye, vagy a gyertyák sárga természetes fénye mennyivel szebben adja fel azokat a dolgokat, amik a hideg természetes fények. És nagyon sokat beszéltünk a művészetről, és jó másfél órát tartott ez a tárlatvezetés. Hát másnap reggel, bár itt hagytam a telefont, ott hagytam, egyszer csak nézem, hogy Rikó. Miért kerestél Lajosra? Hát azért keresett, mert jelezte, hogy ha nem zavar minket, akkor eljönne a táborunkba, és személyesen találkozna itt is velünk, a mi környezetünkbe, és jött kettőkor, és fél hatig itt volt benne. Úgyhogy én nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a mi és a ti művészeteket, a ti szervezéseteket, táborszervezést, azt ő annyira értékelte, hogy eljött, és eltöltötte velünk ezt az időt, és a képekről, tehát nem arról beszéltünk, hogy csípnek a szúnyogok, vagy kövérek vagyunk, vagy soványak vagyunk, mindenkinek a saját technikájáról beszélt, szólt hozzánk, fantasztikus élmény volt, úgyhogy ez volt az egyik idei élményünk, és most következzen az az élmény, amit a gyermekeink, úgymond a alkotó, ifjú alkotóink készítettek, és Marika, téged kérlek meg, hogy itt a itt lévő gyermekekkel, az alkotásokról, meg az egészről beszélj. Köszönöm én csak. Köszönöm szépen, hogy átadtad a Szent István. Igaz, hogy csak két szerényen gyertek ide. Szóval két gyermekem, illetve egy utód, Kata egy kis harmadikos kislánya a Pétervári Katalin iskolából, aki hozzám járnak művészeti oktatásra, de ez nem jelenti azt, hogy csak ennyien.
igazából a táborban 12-en vettek részt, az iskolában pedig alsó tagozattól 1-től 8. osztályig legalább 80 gyerek járt külön órákra, akikkel délutánként 4 órában szoktak foglalkozni. Két legtehetségesebb gyereknek és a legkisebbnek foghatnám a kezét, hogyha Kata is ide állna, de ő majd, hogyha felső tagozatos lesz, akkor fog jönni a táborban, most csak nézőként van. A gyermekeink alkottak, nem is akármit alkottak, hiszen lehetőségünk van olyan művészektől tanulni, akik más technikával dolgoznak, mint mi. Ugyanakkor ugyanazokat a tájképeket, amiket mi is próbálunk megörökíteni városunkról és a környező tájakról, a Tiszáról, ezeket elleshették a művészektől ebben a pár napban, ebben a 4-5 napban, hogy hogyan is lehet érzékletesen visszaadni. Azt hiszem Hemingway mondta, hogy az vagy, amit alkotsz. A gyerekekre is ez a jellemző, hogy azok a Máté például a tiszai tájképet mutat, meg Máté kettőt készítettél is a táborba. Ez szerintem a Voltág, de nem biztos. Ez Iván bácsitól egyik festményét próbáltam. Szóval István bácsi és Iván bácsi az, aki foglalkozott Mátéval, és Blanka pedig Éva nénik is tanítványa volt, hiszen a tábornak azt a nevet is adtuk tavaly, hogy mester és tanítványa. Ez azt jelentette, hogy tavaly is már egy mesterhez hozzárendeltük azokat a gyerekeket, akikről én tudtam, hogy milyen technikával szeretnek dolgozni, pasztel, olaj, akvarell és egyebek, és akkor így választottuk ki, hogy melyik művészhez kikerült. Blanka Éva nénihez került, és mutat meg azokat a kis műzákat, hogy mutat most már az évet készítette, úgyis mutatnak meg oda. Igen, most a díszítő. Meg kell mondjam, és a színpontot is ő készítette. És ezt nem sokan hallották. Vitók Lajos barátom, aki egy fantasztikus, tényleg portré festő színnel, és dolgozik. Végignézte persze így a képeket őt is, és megkérdezte, hogy a szénrajzot is a gyerek csinálta. Igen, úgyhogy megdicsért. Ez nagy megtiszteltetés és nagy és komoly dicséret. Úgyhogy igen. Gratulálok. Már csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagy-nagy köszönet a művészeknek, hogy befogadtak bennünket, hogy itt lehetünk, hogy foglalkoznak velünk, mert azért ők azért vannak itt, hogy alkossanak és saját elképzelései szerint dolgozzanak, mégiscsak egy alkotótábor, mire kicsit betolakodtunk, de ez nagyon-nagyon jó pozitív fogadtatás volt, és szeretnénk jövőre is visszatérni, ha megtudjuk. Köszönöm szépen! Marika? Nem hát, hol beszélnek, akkor maradjuk itt már. Tavaly évben egy kicsit meg voltam sértődve, hogy nem hívtak meg a tavalyi alkotásoknak a kiállítására az iskolában. Mettem Marikához, Katikához, hogy hát itt voltunk, foglalkoztunk, vagy legalábbis részem van benne, hogy itt vagyok, és hallottam, hogy nem is volt megnyitva, vagy nem is volt kiállítás. És én most határozottan kérlek, polgármester úr, légy szíves, te is táparancsolj Marikára. Igenis, ezekből a szép képekből csináljunk egy kiállítást, hagyj lássák meg és irigykedjenek a iskolatársai a gyerekek. Kapjanak kedvet, ha tőlek hozzá. Akkor engeditek, majd átadom ezt a lehetőséget a feleségemnek, ugyanis nem vagyok kompetens ebben az ügyben. Rá erőszakon és semmit, de szerintem felkérni fel lehet mindenképpen. És hogyha így megszólítottam, akkor nekem én testelő tanár is vagyok egyben, voltam, és nekem mindig fontos volt, és ez volt a mániám, az utánpótlás nevelés a sportban. És ez nagy öröm, hogy itt vannak a fiatalok. És úgy általában is szoktam mondani, hogy az értékeket, mindegy, hogy miről is beszélünk, ez lehet képzőművészet, ez lehet néptánc, lehet bármilyen hagyomány, kevés őrizni, át kell adni. És akkor egész, és akkor van jó kezekben a dolog. És örülök, hallottam ezt a nagy magas számot, hogy évközben mennyi gyerek jár hozzád. Nagyszerű dolog, és kimondottan én szeretném azt, hogyha a jövőben még inkább sikerülne a gyerekeket ide elhozni. Tovább is lehet egy kicsit gondolni, akár anyagi természetű,
támogatásokat is még hozzá gondolhattok. Jó, mi az, amivel előbbre lehet vinni ezt a történetet, és az meg külön köszönet, hogy vannak olyan művészek, akik hajlandóak egy kis energiát, egy kis odafigyelést a gyerekek hozzánk, úgyhogy köszönjük szépen. Mi ebből nem ajándékoznánk, mert éppen a kiállításunknak készülünk, ugye? Jó, ne aggódjatok, de akkor mit kiállítást állítunk, igen. Kérem, akkor fel elhangzott itt a művészeti vezető szájából, hogy a őszi tábor, a téli tábor, igenis a alkotóházban már csináltuk, és nagyon-nagyon tetszett a vendégeknek. Csak az a baj, hogy anyagiak miatt akkor nem kellett szállásdíjat fizetni, anyagiak miatt egyet tudunk csinálni, és akkor esetleg el kell dönteni, hogy nyári tábort akarunk, vagy késő őszit, vagy télit. Ezen rajtunk múlik, ez mindig az anyagi akkor, illetve hogyha ti azt kérlitek, hogy változtassunk téli táborra, meg lehet csinálni, mert azt mondták annak idején, hogy azt hiszik a amatőrök vagy a naivák, hogy télen csak fehérnek fekete van, nem télen kell a rengeteg színeztetnek. Olyan éteket kell. Ha szabad, lenne egy javaslatom, hogy inkább az őszi színek korszak, mert egy, hogy sokkal dúsabb színileg az ősz, és igaz... Hogy kevesebb a gólya, de a szúnyog is, ezt a szúnyog is, igen. Úgyhogy az én javaslatom, ez az egyéni javaslatom, hogy ősz, őszak. Elég, de ősz. Katika, azt hiszem, hogy levetve is forgató, hogy nagyon szépen köszönjük a támogatást a kormányzatból. Dan Tamást külön ki kell emelni, mert nekünk közbenjárásával sikerült igen sok mindent elérnünk. Köszönöm mindenkinek, aki csak itt oldalattal vagy, szóval is támogatott bennünket. Nagyon-nagyon reményekkel vagyunk, hogy meg tudjuk csinálni a 21-et is. Mindenben a gond, megnyállapod, vagy ezekben a gondolatok mentén kívánok nektek majd nagyon jó hozzáutat hazafelé, és minél csodálatosabb alkotásokat, hogy tudjátok legőrvendezteni ilyen társadalmat. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy megtisztelitek ezt a rendezvényt minden évben, és kis pluszt szeretnék hozzátenni a Csontvári névhez, vagy név mellé, ugye a gyógyszertár mellett kis területet, ahol a csontvári szobor, azt késő ősszel és tavasszal szeretnénk megújítani. Tehát nagyon szépek a tiszafák, meg minden, de sajnos takar, elfed, és esetenként nem is olyan célra használják azt a kis néhány négyzetmétert, amilyenre való, úgyhogy szeretnénk szebbé tenni azt a környezetet. Kiemelve, hogy a központi, vizuálisan is a központi témája legyen annak a 8-10 méteres terület. Úgy legyen. Megecsöltek. Köszönjük szépen.